Sziasztok! Ez itt ismét a Nyugat pénteki hírvadász műsora, a podcast Péntek, amikor most szépen nekiállunk, és a hét legfontosabb, legérdekesebb híreit elemezgetjük, mégpedig én most ez a mai adásban két nyugatos kollégával, Nagy Ákos Balázsról Sziasztok. És Józing Antallal. Szevasztok. Én Szilágy József vagyok, és szerintem ne is húzzuk az időt, ugye már péntek este van. Mennyi téma és milyen kevés idő. És ilyenkor azért kicsit még pörgessük fel a hét utolsó napját. Kezdjük akkor az egyik olyan témával, amiről a héten volt egy komolyabb cikk is, az én tollamból, de a közgyűlés is foglalkozott vele. Ugye nagyon sokan... De csak azért, mert megérted. Elképzelhető egyébként. Rá nem, bent volt már a napi rendi pontban, de hát... De egyébként nagyon annyiban érdekes a dolog, hogy itt ez viszont eléggé stratégiai kérdés, amiről szó lesz, a vasi vízért. Nem tudom, nézőink, hallgatóink mennyire tudják, ugye a Vasi Víz Zrt. Az a cég, amelyik a megyében, sőt nem teljesen az egész megyében, de a megyek 90-valány százalékában szolgáltatja az ivóvizet, és működteti a szennyvízhálózatokat. Van, ahol ugye kiépítetteket a városokban általában, de nagyobb településeken is van, ahol ugye ezeket a szállítós dolgokat, ezeket mind a Vasi Víz csinálja, és évente több milliárd forintot forgatnak. Most az a helyzet, hogy ez a cég most elég nehéz helyzetben van, körülbelül fél milliárd forint lesz a veszteségük, mégpedig azért, mert jelen pillanatban még mindig az 10 évvel ezelőtt bevezetett rezsicsökkentett áron kell adni a vizet, miközben annak az előállítási költségének már a 10-szerese. A számokat mond Józsi, hogy mennyi, amiért adni kell, és mi a 10-szeres. Jelen pillanatban úgy számolunk, jó, ilyen nagy, teljes, nem teljesen, 10-szeres az előállítási költség. De gyakorlatilag most úgy számolnak, hogy az ivóvíznek, 1 liter ivóvízért most a lakosság fizet 30 fillért. Ugye nincs már fillért, de azért még így számolnak, tehát 0,3 forintot. Inkább úgy. Ennek az előállítási költsége jelen pillanatban 3 forint 40 fillért, vagy valahogy pontosan így van, nem emlékszem pontosan, de több, mint a 10-szerese. És ugyanez az arány a szennyvíznél is, ott is 30 fillért fizetnek az 1 liter szennyvíz elszállításáért, kezeléséért, vagy fizetünk, inkább így mondom. És ez az egész rendszer működtetése ott is kb. A 10-szeresébe kerül. Tehát ezt az összeget, a kieső összeget, ezt a Vasi Víznek valahogyan ki kellene gazdálkodnia, amire önerőből nem képes. Ez az idén egyébként ez fél milliárd forint lesz ez a hiány. És ezen kívül nagy probléma még az is, hogy az elmúlt években, pontosan ezek miatt a hatósági árak miatt, a vállalat nem csak a Vasi Víz, tehát ez nem helyi probléma, az ország összes vízközműhálózatánál ez a helyzet, nem tudott pénzt fordítani a nagyobb arányú karbantartásokra, felújításokra, és magyarul szólva majd, hogy nem rohadnak szét a vezetékek a víz alatt, és egyes... Föld alatt, bocs, vízről van szó. Figyelj! És egyes pesszimista vélekedések szerint még az is lehet, hogy komoly problémák lesznek a vízellátással. Itt tartunk most. Hasonlít ez az államhálózathoz, nem? Hogy ott sem voltak fejlesztés. Gyakorlatilag sehol, ahol rezsicsökkentett ár volt. Én szerintem nem lesznek különben komoly problémák. Én mindig így belengetik, hogy így nagy komoly problémák lesznek. Igazából senkinek nem érdeke az, hogy komoly problémák legyenek. Most ez a fél milliárd forint, ez hatalmas összeg legalábbis nekem. Meggondolom a hallgatóink többségének is, de igazából az egy döntés kérdése, hogy az állam ezt kisegíti, nem segíti ki, sőt az önkormányzaton belül is, vagy a tulajdonosi körön belül is azért ezt valahogy meg lehet oldani, az valóban gond, hogy rohadt szét, meg... Mennyi nektek a vízszámlátok egyébként most? Hú, ezt én nem tudom megmondani így. Körülbelül mennyi lehet a vízszámlátok? Nem tudom, ez nekem, ugye ez benn van a... Pár ezer forint, pár, gondolom, nem sok. Lakásra levetítve. Szerintem több azért most már jóval, nem?
Na mindegy, most... Nem tudom, most itt tegyük fel, el, mondjuk, hogy tegyük fel. Én szerintem 5 és 10 között. De ez jelent valamit, lehet, hogy nem tudjuk, nem? Tehát a gázszámlát jobban tudjátok. Nem olyan olcsó, mint gondoljátok egyébként. Tehát én szerintem 5 és 10 között lehet. Akkor van, igen. Na most azt mondta, hogy 10-szeresének kell lenni. Tegyük fel, mondjuk, hogy 5000 forint mondjuk hasamra csaptam, hogy annyi a vízszámlánk. Ha 10-szeresének kéne lenni, az 50000 forintnak kéne lenni a vízszámlánk. Tehát valami nem oké. Tehát hogyha van egy cég, ami 50000 forintért képes előállítani azt a vizet, amit most fogyasztunk, 50000 forintért, akkor itt valami, szerintem a számokkal valami nem stimmel. Teljesen tudatlanként van még közbülső cég, tehát hogy a vasi víz állítja elő a vizet a talajvízből, mondjuk, tehát van a még... Kutakból. Tehát a kutakból. Nem, nincs közbenső cég. Nincs közbenső cég. Hát gyakorlatilag a víz árában az van bent, amíg ugye ezt a vizet a rossz kifejezésre kibányásszák, tehát a kutakból kinyerik, plusz a megtisztít, ugye törvény érő elő, hogy milyen mennyire kell megtisztítani, milyen anyagok lehetnek, nem szennyezésről beszélek, milyen anyagok lehetnek benne, ez ugye labor kell, ez folyamatosan mérni kell, tehát gyakorlatilag ennek a rendszernek a működtetése van benne az árába. Tehát nem maga a víz. Adók. Adók természetesen, persze, minden ilyesmi. Mi benne van. Az, hogy egyébként az energiaárakra is hivatkoznak természetesen, hogy ugye megnőttek az energiaárak, plusz még a rezsiköltségnek nevezett bárminek a következménye miatt, következményen kívül is, ugye megnőttek az árak, magas az infláció, ez jutott eszembe most, amikor azt mondtad, hogy 50000 forint, hát az 50000 forint azért nem ugyanannyit ér most, mint 10 évvel ezelőtt. De az 5000-hez képest, tehát 50000 forint lenne mondjuk a vízszámla, tehát ez nem azt lehet egyébként, piaci alapon, nem, lehet, valami lehet nem oké egyébként ezzel. Tudni, hogy más megyékben mennyi az előállítási költség? Tehát, hogy ez a 3 forint 40, ez hasonló állító, a többi? Igen, körülbelül ugyanez van mindenhol, legalábbis ahogyan... Tehát ez a különbség, ez minden megyében igen, tehát ez a gond. És akkor lépjünk egy kicsit tovább a történetre. Még ezzel foglalkoztam, ezzel a vasi vízzel, kb. Fél évvel ezelőtt több cikket is írtam erről a tulajdonosi szerkezet várható változásáról. Akkor azt az információt kaptam, hogy a vasi víz országos viszonylatban még nincs annyira rossz helyzetben. Egyébként ennél sokkal rosszabb helyzetben cégek vannak, és azok is működnek valahogy. Budapesten, ott fent a budapesti agglomerációban, ott meg ráadásul az ilyen agglomerációs területeken az is súlyosbítja a helyzetet, hogy ugye nagyon gyorsan, nagyon hirtelen megnőtt a lakosság száma pár év alatt, ugye a kiköltözések miatt, és gyakorlatilag a hálózat nem bírja az ellátást. Most képzeldek, veszel egy, mit tudom én, sok tízmillióért veszel az agglomerációból egy házat, kiköltözöl, és azt hiszed észre, hogy csak csepeg a csap a víz. A szombaton is pedzegették, nem, hogy gondok lehetnek az infrastruktúrával, árammal, vízzel, stb. Igen, az árammal már most vannak gondok, főleg a lakótelepi rész. Ezek általában mind a lakótelepi, meg a lakóparki részeknél ugye mindenki gyakorlatilag ugyanazt a rendszert használja. Ott vannak ezek ilyen a problémák, mert nem ekkora fogyasztásokra tervezték ezeket a rendszereket. Ugye nem tudom, hallgatóink emlékeznek erre, vagy ti emlékeztek arra, pár évvel ezelőtt probléma volt a Derkovics lakótelepen, hogy 2 vagy 3 házba le kellett zárni a gázt, mert most is volt egyébként télen, de ez nem volt olyan jelentős, akkor le kellett zárni a gázt, mert olyan rossz állapotban voltak a vezetékek, egyszer életveszélyes lett volna ott tartani a gázt. És erre azt mondták a lakóknak, hogy akkor szerezzenek be helyett a gáz helyett elektromos gépeket, tehát elektromos hűtőtestet, főzőlapot, sütőt, ilyesmit, amire eddig a gázt használták, elektromos bojlereket, ilyeneket. Egy részük be is szerezte, viszont akkor meg az áram vezetékek készültek ki a túlzott fogyasztástól. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen rendkívül átfogó probléma. Mondjuk eszembe jutott, hogy akkor a víz helyett meg ásványvizet kéne inni, vagy tehát, hogy térjünk át az ásványvízre, ha megtisztelzik az összeget, mert ha belegondolsz, akkor ugye... Abba fogunk tusolni. Igen, ásványvízbe fogunk tusolni. Bocs, elfelejtettem mondani, hogy miért kérdeztem meg a számlát, mert ott
tudtuk, hogy erről fogunk beszélni, és megkérdeztem ismerőst, aki Angliában lakik, hogy mennyi a visszámlája, és így visszanézte, és azt mondta, hogy 18 000 forint körülbelül. Ez egy normál fogyasztás, egy normál méretű házban, tehát az azt jelenti, hogyha most a fizetéseket is egymás mellett rakjuk, akkor nagyjából megfelel a mi 5 000 forintunknak szerintem. Ja, de ugye arról is beszéltünk egyébként, tehát hogy... Hogy ez akkor nem stimmel. A közgyűlésen is elhangzott egyébként, hogy, hogy akár piacgazdaságban is lehet bevezetni hatósági árat. Most én általánosságban beszélek. Tehát a hatósági árat be lehet vezetni, az államnak ez joga van, tehát hatósági árat rakhat a vízre, az áramra, mindenféle energiafogyasztókra, bármire, ugye most még élelmiszerekre is van egy darabig még, de alapvető szabálynak kellene lenni az, hogyha ő hatósági árat határoz meg egy-egy vállalatnak, cégnek, hogy ezen az áron kell egy bizonyos szolgáltatást adni, akkor a kieső összeget pótolnia kellene. Ez viszont nem teszi meg most az állam, legalábbis a vasi víz esetében, és itt jön a történet folytatása, amiről te is írtál, Tóni, még tavaly. Hát, hogy vagy elviszi az állam őket, vagy nem. Igen, tehát az állam azt mondta, hogy azokat a cégeket, azokat a vízközmű szolgáltatókat hajlandó kisegíteni, ahol legalább 5% tulajdonrész, 5%-os tulajdonrésze van a cégben. Mennyi van most az állam? 4,1 vagy 4,2. Ha jól tudom. A Vasi Víz ZRT-nek úgy néz ki a tulajdonosi szerkezet, amit a Tóniék annak idén megcsináltak, és az én tegnap előtti cikkemben is benne van ez a grafikon, hogy 52,9%-a van a Szombathelyi önkormányzatnak, de többségi tulajdona van. Az államnak van 4,1 vagy 4,2%, és a többin pedig Vas megyei önkormányzatok osztoznak eltérő mértékben, de egyik sem éri el az 5%-ot. Tehát így néz ki az egész. És könnyű lenne azt mondani, hogy most akkor adjon át a város, ugye 1%-ot tulajdonrészben semmit nem jelent az államnak, és akkor az állam ezt kifogja majd, vagy az állam akkor már kisegíti a vasi vizet, viszont ez meg pont, ez viszont nem lehet megtenni, mert az állam azt mondja, hogy vagy az egészet viszi, vagy el semmit. Ő nem hajlandó, azt, hogy feldarabolják. Igen, de a kisebb települések odaadhatják, és akkor megvan az államnak az 5%, és akkor utána felemelheti majd a törzstőkét, és akkor egészen más. Igazából szerintem egy átlag fogyasztót, ezt mondtam előtte, igazából engem ez így nem nagyon érdek, hogy hány százaléka van Acsádnak, és hány százaléka van Szombathelynek, és nem tudom kinek ebben. Valahogy ezt így oldják meg, és ne legyen 50 ezer forint. Hogy az állami vagy Szombathelyi, én vagyok olyan, nem tudom, ilyen, mit mondtatok, ám opportunista, hogy igazából nekem tényleg teljesen, mint amikor elvitte a, nem tudom, mi volt a haladást, sportkomplexumot az állam, és akkor Szombathelyen nincs sportkomplexuma, most már hú, de rossz, az államnak van, igazából mindent, mint ha itt a jobb zsebem, meg a bal zsebem lenne, tehát igazából nekem mindegy. Ebbe picit meg kell védenem Szombathelyet, mert azt gondolom, hogy aki közelebb van, azért egy jobb gazda lehet, mint egy állam, aki messzebb van, nyilván az állam jóval több, nagyobb pénzből gazdálkodik. Kérdés, hogy ő mondjuk, hogyha megveszi a vízszolgáltatóknak a nagy részét, vagy ezeknek, vagy átveszi ezeknek a szolgáltatóknak a nagy részét, akkor ott az elosztás hogy fog történni, mert abba az irányba megyünk ugye akkor, hogy ő tulajdonképpen állami cég lesz. Igen, de bocsi, csak közülése is elhangzott ez, hogy alapján véve azért attól tartanak az önkormányzatok, én szerintem némileg jogosan, hogy ha az államnak megvan az 5%-os tulajdonrésze, és mondjuk azt mondja, hogy én kisegítem a céget, akkor azt alaptőkeemeléssel tudja megtenni. Mondjuk beletól, nem tudom, mondok egy számot, félmilliárd forintot, vagy akár 1 milliárd forintot a Vasi Víz ZRT-be, amivel a problémák nagy része megvan oldva természetesen, de ennek, akkor a többieknek is bele kell tolni. Vagy megváltoznak a tulajdonviszonyok. Vagy megváltoznak a tulajdonviszonyok. És így egyik pillanatban a másikra az állam többségi tulajdonos lehet a cégbe, és azt csinál vele, amit akar. És az elmúlt évek tapasztalatai alapján ilyenkor erős a gyanú arra, hogy azt fogja az állam, hogy jó, én állami pénzből feltőkésítem a vízközmű cégeket, rendbe rakom őket, hogy nyereségesen tudjanak. Sőt, egy idő után majd a rezsicsökkentett árat is megemelem úgy, hogy ne legyen ilyen veszteséges a működtetésük, és akkor fogom magam, és ki
adom koncesszióba valakinek. Igen, ennek megvan a valós veszélye, de ez egy más kérdés már szerintem. Ugye emlékezzünk vissza a mátrai erőműre, amit ugye az állam feltőkésített a saját pénzé, majd eladt, vagy hogy volt? Nem, az állam olcsón eladta a Mészáros Lőrinc féle cégcsoportnak, ott állami pénzből feltőkésítették, nem, fordítva volt, már nem emlékszem. Bocsánatot kérek, ez most valahogy nem stimmel, de az a lényeg, hogy állami pénzről feltőkésítették, és úgy kapta meg a... Igen, de akkor ez oda-vissza is működött, tehát feltőkésíti az állam, utána eladja egy koncesszióban egy magáncégnek, vagy igen, mondjuk mint a hulladékgazdálkodás. Mint a hulladékgazdálkodás. Majd, amikor ez a külső cég azt mondja, hogy mondjuk a víz literje nem 3 forint, hanem 25, és óriási balhé van ebből, akkor az állam óriási pénzért visszavásárolhatja ezt a céget. Tehát az a kérdés, hogy a végén, a nap végén, vagy az év végén, ugye mennyi pénzbe kerül ez az egész oda-vissza jogügylet? Igen, mekkora pénzbe kerül az államnak, a közös pénzbe, illetve hogy... Azaz az, nekünk. Igen, és hogy esetleg ez az jelenleg ismeretlen vállalkozó társaság mennyivel gazdagodik közben. Tehát ugye ez benne van. Na jó, de ez persze ez benne van, ez mindig benne van, de ez csak ilyen feltételezés, hogy mi lesz akkor, ha, no, tehát ez, amit ti mondtak, ez egy ilyen, nem az, hogy legrosszabb forgatókönyv, benne van nyilvánvaló. Elég realista. De igen, realista vagy nem realista, nem tudom. Tehát kérdés az, hogy Szombathelyen meg tudja oldani, illetve a Vas megyei települések meg tudják oldani ezt a problémát. Te hallgattad a közgyűlést. Önerőből nem. Ugye most jelen pillanatban ott tartanak, hogy olyan körülbelül 1 milliárdos tőkére lenne szüksége a vállalatnak. Jelen pillanatban még a jegyzett tőkéből próbálják, ezt el is fejtettem mondani, a jegyzett tőkéből próbálják meg rendezni a helyzetet, ami most, ha jól emlékszem, ilyen 1,5 milliárd forint. Tehát 1,5 milliárd forint, amiből egy darabig még elmoroghatott az egész cég. Viszont ugye a törvény értelmében, hogyha a jegyzett tőke egy bizonyos szint alá csökken, akkor közbe kell lépni, és akár a cég léteit. Ugye akkor már cégbíróság előtt van a dolog, meg ott akkor már csőd, valami. Nem lesz ez, tehát nem lesz ez. Egyébként valószínűleg majd nagyon-nagyon itt megszűnik, nem lesz víz, meg mit tudom. Azt nem fogják engedni egyébként, csak az a kérdés, hogy milyen dolgok zajlanak a háttérben. Egyébként azzal fejeztem be a cikkemet, hogy ez az egész ahhoz hasonlít, mint ugye a játék elméletben van ez az úgynevezett gyáva nyúljáték, ezt úgy hívja a játékelmélet. Ugye ez az akciófilmeknek egyik kedvenc jelenete, amikor két autó ezerrel száguld egymással szemben. Ezt hívják, ez a gyáva nyúljáték, és az elmélet szerint valamelyik sofőr a kettő közül előbb-utóbb elrántja a kormány. Én amikor háttérbeszélgetéseket folytattam fél évvel, ezért úgy vettem észre, hogy azért az önkormányzatok is nagyon ragaszkodnak ehhez. Tehát Szombathely se biztos, hogy nagyon-nagyon nagy krokodilkönnyeket hullatna, illetve krokodilkönnyeket hullatna. Viszont amikor, van ebben hogy megszabadulna valahogy ilyen igen, jó forgatókönyvben. Erről még nem beszéltünk, ugye van a vízközmű vagyon, ami a Vasi Víz Zrt-nek a jelen állás szerint 42 milliárd forint. Jó, tudom, azt mondtad már korábban, hogy ez nem forgalomképes vagyon, de akkor is ott van. Nehéz eladni csöveket. Ez a vízköműző vagyon egyébként tényleg azt jelenti, azokat a csöveket, ami a földben van, az egész megyében össze-vissza, meg az egész mindenséget. Félig szétrohadva. És ennek kb. 21 milliárd az önkormányzaté, tehát hogyha a Szombathelyi. Tehát, hogyha a Szombathelyi önkormányzat azt mondaná, jó, vigye az állam az egészet, akkor ezzel 21 milliárd forinttal csökkentne a vagyona, ami se papíron, se politikai szempontból nem néz ki jól. Tóni, azt egyébként tudjuk, hogy Angliában ez magáncég, aki vizet szolgáltat, vagy állami. Nem tudom, hogy működik. Ezt nem kérdeztem. Meg igazából nagy, de azt tudom, hogy nincs vízóra. Tehát, hogy valamilyen, nem tudom, hogy alapítják általányba ezt, fizetnek. Meg általányban, igen. Igen. Tehát ez a hanyatló nyugat. Vízóra sincs. Igen, egyébként a többi sem annyival drágább. Tehát, hogyha megnézzük a villanyt, a gáz, meg, tehát drágább, de nem, mit tudom én. Az életszínvonal, tehát négyszerese, vagy ötszöröse, mint igen, a fizetésekhez képest. Tehát nem szóval ez meglepően olcsó, mert drága, csak... Ja, és valahogy ott így megéri, működik, nem akarják felszámolni, nem viszi el az állam a víz vagyont, vagy
Megvan a maguk probléma nyilván a Brexit-tel, de, de víz van. Hát azt reméljük itt is lesz, hát majd meglátjuk. Lesz, hogy lesz. Valószínűleg az ekkel megoldják ezt. De Józsi, akkor a megoldás merre felé megy? Tehát mi fog történni? Mi a legvalószínűbb a következő hónapokban? Szerintem a legvalószínűbb az, hogy valamelyik kisebb önkormányzat azt mondja, hogy odaadom a... Én úgy tudom, jelezték is már több kisebb már szólt, hogy igen. Ki akarja odaadni, és akkor föltették a kezüket. Többen föltették a kezüket. Tulajdon részemet odaadom nektek, vagy az államnak, és akkor ezzel megvan az 5% plusz 5% plusz tulajdonrész az államnak, és akkor jöhet a tőkeinjekció. Aztán, hogy akkor hogyan változik majd a tulajdonosi szerkezet? De igazából a fogyasztók szempontjából ez majdnem mindegy, nem? Tehát most tudom, hogy akkor nem mindegy, hogyha ez tényleg koncesszióba adják, fölemelik az árat, egy rosszabb vagy hasonló szolgáltatást kapsz, mint a duplán áron, és a magánsebekben megy a pénz, nem tudom, akkor már nem mindegy, és akkor az már mindjárt egy más helyzet. Ugye az autópályákat is koncesszióba vett át a 35 évre a Mészáros-Lőrinc féle konzorcium, és azonnal 40-45%-kal megemelték az autópályadíjakat. De hát azért jó, 5000 forintról 40%-kal megemelik az... Miért 5000 forint, 6000 lett a megyei matrica, az nem 40%. És annyi infláció is van. Hát nem akarom megvédni a Mészáros-Lőrincet, mert elég távol át tőlem ez a műfaj. Azért változott, tehát a 10 napos matrica az óriásit nőtt, ugye az éves autópálya matrica az keveset nőtt, tehát hogyha megveszed az évest, akkor ugye semmi, viszont ugye a 10 napos az tehát a legkisebb egység az sokat nőtt. Sokat nőtt. És hát nyilván itt ugye a kereslet, tehát kiveszi meg a minimált, ugye az átutazók, a külföldiek, akinek nincs erre szüksége, tehát nyilván kiszámolták, hogy ebből jóval nagyobb a haszon, mint az éves matricából, ugye, amit úgyis az a körülbelül fix ember fog megvenni. Igen, pénzért, akik rendszeresen használják az autópályákat, akár napi vagy heti. Itt tényleg az a kérdés, hogy mi lesz, hogyha magánkézbe kerül esetleg. Jó, 4 lépés előre gondolkodunk, hát, és megemelik az árakat, és akkor azt mondjuk, hát, hogy mégis a vízről van hát szó. Igen, tudod, igen, nem egy luxus dolog. Stratégiai dolog, ez nem olyan, mint az autópálya, meg nem tudom mit. Mindig teszünk egy kört, és visszakerülünk oda, csak annyi, hogy meg közben leváltottuk a tulajdonosokat. Ez olyan, mint és a... És minden drágább lesz. Itt például lehetne alkotmányt módosítani, úgy módosítani az alkotmányt, hogyha itt például lehetne módosítani úgy, hogy mondjuk a víz az kötelező közösségi tulajdonban marad, és az államnak kötelessége, nem tudom. Az ivóvíz egyébként a hivatalosan, ami a kutakból meg a föld alatt van, az ivóvíz az állami tulajdon egyébként a törvényértelemben, a most is. De hát, de mondja, ugye hogy, csak hogy ilyen nem szimbolikus. A szolgáltatás maga, igen, tehát igen. A közösségi tulajdonba kell maradni, és akkor ez így megoldódnának ezek a félelmek, és tiszta vizet lehetne. Tiszta vizet. Zárjuk le ezt a témát. Ezzel a tiszta víz, ez jó volt. Ugye, meglátjuk majd pár hónap múlva, vagy tudunk-e tiszta olcsó, vizet. Olcsó és tiszta vizet lehetne. Sőt, az is lehetne, például itt lehetne az, hogy ingyen jár egy embernek, egy állampolgárnak X mennyiségű ivóvíz. Ez az államnak a feladata. Zárjuk le ezt a témát, kicsit meg is szomjaztam egyébként közben, de mindegy. Viszont ami még a tegnapi közgyűlésen elég érdekes, húzós volt, és ezt is megírtuk korábban, ez az, hogy igaz, hogy most nem az önkormányzat, hanem a SZOVA, de hát önkormányzat egy cég, tehát nyugodtan lehetne azt mondani, az önkormányzat irányítása alatt álló cég, ugye a Szombathelyi Vagyonhasznosító Non-Profit ZRT, ez a hivatalos nevük, ingatlan csomagot hirdetett meg megint. Ugye 3 évvel ezelőtt volt az első, ha jól emlékszem, 2,5-3 éve talán. Az első 2021-ben, ha jól, akkor 2 éve, 2,5 éve volt az első, amikor annak a politikai botrányai, annak a csomagnak a mai napig gyűröznek. Ugye, hogyha ti biztosan emlékeztek, reméljük a hallgatók, és hogy ott nagyon sok ingatlant adtak el egy csomagban, egy vállalkozónak természetesen, mert úgy lehetett megvenni az egészet egy csomagban, ilyen 900 millió forint volt az ára körülbelül, és ebben benne volt például a Volt Városi Strand kórházzal szemközti terület, aztán a Homok utca melletti parkoló, aztán a Szili János utcában egy irodaház, és nagyon sok ilyen kisebb ingatlan kint erénybe, ilyen építési telkek, stb. Csak aztán 3-at azért emeltem ki, mert ezekkel kapcsolatban vannak még a mai napig is szinte botrányok.
És erre most megint egy ingatlan csomagot hirdetnek meg, amiben benne van, amit talán a legtöbben ismernek, az a Kossuth utca 11, ahol korábban a tankerület működött. Ugye ezt 10 évvel ezelőtt építette újra az akkori városvezetés, 100 millió forintot költöttek rá akkor. Pályázati pénzekben azért ezt tegyük. Az oké, de akkor 100 millióba került. Most jelen pillanatban 150 millióra értékelték fel az árát. Ez az az épület, amit aztán utána a tankerület bérelt az önkormányzattól, béreti díjat fizettek érte. Nem is fizettek érte béreti díjat, ha jól tudom, odaadták a tankerületnek, vagy valami ilyesmi volt. De a tankerület 3 éve kiköltözött onnan, mert azt mondták, hogy kicsi nekik ez az épület, és azóta ott áll üresen. Többször próbálták meg eladni, de nem sikerült, bérbe is próbálták adni. Hát ez egy irodaház, úgy annak van épít, van egy kapu, ahogy be lehet menni hát, és van egy nagy parkoló az udvaron. Ami egyébként szerintem majdnem értékesebb a belváros közepén, mint maga az épület. És akkor van még benne ebbe az ingatlan csomagba, itt nem messze tőlünk a 11-es Huszár útnak van ez az első szakasz, amit ilyen Zsák utcába van itt a Semmelweis utca másik oldalán. Hát az irodaház, ahol van a szerkesztőség, azzal szemben ez a palasz, Pelikán palasz irodaház, és ott van egy ilyen üzlethelyiség, egy ilyen 40-valahány négyzetméteres, ahol ilyen kerítés shop működött korábban, és ezt az üzlethelyiséget is eladják. Valamint 2 ingatlan, amit megemlítünk, de különösebben nincs jelentősége, ez az új Szombathely új utcája, a Szent Quirinus utca, ami ott a Körmendi utat ott az Alditól összeköti a gyakorlatilag a temető, jelkörű temető előtti körforgalommal. Nyugodt hely. És ennek az útnak a 2 oldalán van 2 telek, az egyik 1 hektáros, a másik elég nagy, az egyik 1 hektáros, a másik másfél, és ezeket is meg lehet venni ebben a csomagban, ez az egészet így együtt. Véleményetek, miért is jó egy ingatlan csomagot eladni azok után, hogy az előző ilyen jól, idézőjelben jól sikerült? Hát gondolom pénzhez akarnak jutni. De... Valóban egyébként. Tehát... Nem, nekem ez így mindig ilyen hogy így ilyen megoldás, hogy jó, családi költségvetés, nem? Hogyha nincs elég, akkor adjuk el a nem tudom mit, akkor adjuk el a... A családi ezüstöt szokták nekem ott ismerő sem, de mindig betette az aciba a téli kabátját nyáron, ki a francnak van szüksége nyáron téli kabátját, és beadta az aciba, és akkor ott maradt, meg itt tudom én mi, akkor kivette. Ja, de kicsit ilyen, hogy így nem tudom megoldani ezt a problémát, és akkor úgy oldom meg, hogy eladok valamit, mert a bevételem, és akkor nekem ez soha nem... Biztos, hogy logikus, meg le van vezetve, meg hogy ilyen helyzet van, de mindig ilyen helyzet van, hogy el kell adni valamit. Én mindig jobban örülök annak, hogyha gyarapodik egy-egy cég, tehát vagy a város, és akkor még ez is a miénk. Ilyen konzervatív vagyok ebből a tekintetben mindenképpen. Tehát amennyire tudom, az a gond, hogy a Szovának is van egy nagy költségvetési lyuk a gazdálkodásában, és ezzel próbálják betömni. Igen, erről hamarosan lesz is egy cikk. Igen. Hát ez egy, persze ez egy ilyen egyszerű, vagy nem egyszerű, nem tudom milyen játék, csak valahogy nagyon rossz üzenete van számomra. Hogyha de Tóni, vagy... ennek most te utána néztél, tehát indítsunk onnan, hogy mi a helyzet az ingatlan piacon. Tehát érdemes most eladni, vagy van olyan befektető, akinek érdemes eladni? Hát én szerintem ezek az ingatlanok annyira speciálisak az összes, amit itt a Józsi felsorolt, hogy mennyit ér egy Kossuth utcai irodatömb, hát mennyit? Mennyit ér, mint az üvegtigrisben volt, mennyit ér egy orgon, bármennyit, aki ilyent akar venni, csak hát nem tudom, hányan akarnak ilyent venni, mit lehet vele kezdeni. Az ingatlan piac úgy beállni látszik egyébként most éppen. Ugye évvégén azt mondták, hogy földbe áll az egész, mert az energiaárak meg minden földbe állt? Annyira nem. Ugye 2 nappal ezelőtt jelent meg talán a cikkünk az ingatlan kommunemzése alapján, és ott a használt ingatlanokról van szó. Az elmúlt márciusihoz képest emelkedtek az árak, az is igaz, hogy a januárihoz képest már egy bizonyos csökkenés figyelhető, csak azt az elemzők szerint az a helyzet, hogy jóval kevesebben akarnak ingatlant vásárolni, mint mondjuk a korábbi években, és ez a gyengébb kereslet
nyomja le valamennyire az árakat, hogy magasak a kamatok, még kicsit bizonytalan a helyzet, és senki nem akar költözni, hát nem tudja, kivár, és akkor ez így lenyomja. Arról van valamilyen elemzés, hogy milyen típusú ingatlanok mennek jobban, tehát hogy befektetésnek veszik albérletnek, vagy kislakótelepi lakás, vagy családi ház, vagy... A téglalakások mennek Szombathelyen valamennyire, tehát annak úgy továbbra is pörögnek, és Szombathelyen ilyen furcsa helyzetben van a többi nagyvároshoz képest, ott a panelek pörögnek, és Szombathelyen valamiért ezek a panelek nem annyira népszerűek. E pedig elég sok előadó van egyébként. Hát azért. Azért, igen. Egyébként, ugye miért beültünk a sorra, beszélgettünk arra, hogy ettől függetlenül, hogy az új építések is pörögnek azért ezerrel. Tehát ha mész a városban, főleg a hát az építkezés pörög, hogy maga a piac. Hogy maga az eladás megy, igen, nem tudjuk, az építkezés megy. Mindenhol házakat építenek, mármint társasházakat mindenfelé. Ugye te is mondtál egyet, hol van az, amit mondtál? Az elkerülő mellett, de hát itt beljebb a belvárosi részen is. És... Utána néztem ki a podcast előtt, 700 ezer körül vannak az új építésűnek a négyzetméter árai, ami szerintem valahol nagyjából az országos átlag, tehát így nem kiugrom magas, mint 1 millió fölött van már jóval. Tehát ahhoz képest nem olyan sok, de hát más városokhoz képest. Igen, hogy mennyire lehet eladni, próbáltam az új információ ilyen elemzéseket nézni, utóbbi néhány hónapban nem születtek ilyenek. Valószínűleg megtorpanás van azon a piacon is egyébként. Csak erről az jutott eszembe, hogy pörgetik itt most még az ingatlan építéseket. Lehet, hogy ebben benne van az is, amiről egyébként két podcastünk is készült ebben erről a témáról, ez az építéshatósági szabályok változása. Nem tudom nektek, mi a véleményetek erről. Nagyon röviden összefoglalom, az a lényeg, hogy 2017-ben gyakorlatilag annyira liberalizálta az állam tehát a lakás célú építkezéseket, hogy már nem kell építési engedély, nem kell engedélyeztetni, és a beépítési terv, de nem kell építési engedély, csak bejelentési kötelezettség van, azt hiszem 300 négyzetméter alatt, és ennek következtében viszont eléggé elszabadultak a dolgok, tehát egy szakember azt mondta, hogy Szombathelyen is van néhány olyan rész, amit egyszerűen nem lehetne, hogyha életben lennének a régi szabályok, akkor nem lehetett volna így megépíteni őket. És kérdeztem, hogy miért, jó mondott egy-két család, ezt azt hagyjuk, most nem menjünk, de azt mondta, hogy például a 2017 óta épített összes lakópark ilyen, ami a régi szabályok szerint így, ahogyan most nem épülhetett volna meg. Én azt értem, hogy miért építik így meg, mert hát miért ne építenék meg, hogyha meg lehet, nem csak azt, hogy a vásárlók szempontját nem értem. Én is megnézem ezeket, hogy szeretnék-e ott lakni ezekben a lakóparkokban, és nem feltétlenül. A vásárlók szempontja szerintem elég egyszerű, kertesházat szeretnének, és a kertesház fogalma az ma már a 70 négyzetméteres, 500 négyzetméteres telkel lévő ház is. Tehát ő mindenképpen kertesházba szeretne lakni, ami elé oda teszi az egy-két autóját, ha odafér. És ő ott él, és akkor ő kertesházban lakik. Tehát szerintem ez egy elég erős divat, ház. Igen, de nem egyszerűbb mondjuk venni valahol az ipartelepen egy családi házat fél áron? Menő dolog lakóparkban lakni, új építésű, tudod, kiválasztatod az energetikája, meg az lehet, hogy más, az is igaz, hogy másképp fűtöd be, meg lehet, hogy nem tudom, csak nekem mindig ez jut eszembe, hogy Budapesten is járkálok, és nézem ezeket, hogy most már 2 millió forint négyzetméter áron, és akkor így... mi ebbe a pláne, tehát, hogy nem szeretnék ilyen helyen lakni. Nekem az jutott így hirtelen eszembe, hogy amikor ugye ezeket a házakat, sőt, ugye azért lakóparkokban épülnek lakások is, de ezeket általában már a tervasztalon eladják. Tehát főleg is meghirdetik őket, és egy részüket már eladják, amit el tudnak adni a tervre. Tehát még a tervrajz alapján, és a tervrajzban nincs bent a szomszéd épület. Tehát nekem az, ez milyen jó, van egy ekkora nagy amerikai konyhás nappali, oda nézott a gyereknek ott a kis szobod, van még egy fürdőszoba mellette, itt egy kertcsatlakozás, ezért de jó lesz. És amikor megépül, akkor kiderül, hogy a kertcsatlakozásra szemben 5 méterről ott a szomszéd ház. Tehát ez nem szerepelt a
terve. Igen, szoktam nézegetni az egyik lakópark, most teljesen mindegy, hogy melyik, mert nagyon sokra mondhatnánk ezt, hogyha valaki házi bulit tart, akkor az ötödik szomszéd is részt vesz a házi bulin, mert olyan közel van. Hát tiszta, tehát, hogy... tiszta ezért panellakási hangulat. De bocs, Józsi, ezt te utána nézted, tehát ezt nem a város dönti el, hogy mekkora telkeket parcellálsz ki? Hogy ez hogy van? Ez úgy van, hogy vannak szabályok, vannak szabályok, de az építéshatósági szabályok nem a városhoz tartoznak már, hanem a kormányhivatalhoz. Akkor a kormány. A város, mindegy. Csak a városnál annyi jog van az maradt. Állam. Mindig az bele... állam. Igen, de minden állami most már. Jó, akkor mindegy. Az önkormányzatnál annyi jog maradt, hogy a rendezési, vagy nem is tudom, most hivatalosan vagy másra neve, vagy szabályozási terv, de mindegy. Tehát van egy ilyen régi nevén rendezési terv, ami ilyen szépen, ilyen színes övezetekre bontja a várost, és ugye megvan, minden övezetnek megvan a saját beosztása, hogy milyen övezet az, és akkor mondjuk kimondott a lakócélú övezet, akkor van olyan, ami szabadidős, rekreációs, van, ami ipari, van, ami kisvárosi, van, ami nagyvárosi, belváros, stb. És ezekre az övezetekre vannak szabályok, hogy mekkora a telek beépít, mekkora lehet a telek beépíthetősége, mekkora, nagyrészt meg azt is elérjek, hogy mekkora zöld területnek kell lenni, illetve, hogy milyen magas építmény. Az oké, hát, csak, de ez az egyetlen, ami van. Értem, jó. Csak, mert ugye vannak ezek a lakóparkok a város szélén, és akkor ott egy, most bocs, kisipoljátok, egymást tökélre építik már elnézést ezeket a házakat, és közben meg ott van mögötte az egész préri, 10 kilométer mögötte, de nem, hanem arra a kis zsebkendőnyi helyre, ott mint hogyha... Hát az elteljesítmény viszont én értem, tudod, hogy mennyibe került a teleg, értem, de vállalkozó a legkisebb ludas, mert én dolgoztam építőiparban, és nyilván a legtöbb pénzt akarja kisajtolni ebből. Ez nem a vállalkozónak a bűne, hanem azok az engedélyek, vagy hatóságok, vagy nem tudom ki, akik ezt szabályozzák, hogy nem mondják az gyerekek. Hát ez ilyen kis telkeket nem lehet... Várjál, csak éppen az jutott eszembe, hogy amiért előhoztam én ezeket az építéshatósági szabályokat, az, hogy a kormány azért belátta, és szakemberekkel beszélgetett, két kamara elnök volt itt a stúdióban, a mérnöki kamarái és az építész kamarái, előtte meg a városi főépítész, és mindhárman egybehangzóan mondták, hogy a kormány látja, hogy ez a jelenlegi szabályozás nem igazán szerencsés, mert épülnek olyan épületek, meg olyan dolgok, meg olyan lakóparkok, ami... 20 éve épülnek egyfolytában, és most már azért látják. Igen, és azt mondták, én láttam is ezt a koncepciót, de van egy törvény, egy új törvény tervezet, aminek jelenleg még csak a koncepciója létezik, ez a neten elérhető, én nagyjából elolvastam, de ez most inkább ilyen jelszavakat tart a mozdát, de a szakemberek azt mondták, hogy ez várhatóan valamikor a nyárra törvényjavaslat alakot fog ölteni, és hogyha ezt meglátjuk, akkor majd beszélgetünk róla majd megint. Tehát könnyen lehet, hogy azért pörgetik fel most itt ezeket az utolsó építkezéseket még így, amikor nincs is akkora kereslet, mert ahogyha meg lesz ez az új törvényjavaslat, ami részletesebben szabályozza az építési szabályokat, akkor már ezeket nem tudják megépíteni. Nem tudjuk. És visszatérve a témához, akkor most megéri eladni az önkormányzati tulajdont? Hát ezt meg majd az meglátják. Egyébként ez csak, annyit, hogy mi csak az ingatlan csomagról beszéltünk, amit ráadásul Szova ad el. Jó, alapján véve mindegy, de mégiscsak a Szova adja el, és a Szova ezt a pénzt a likviditási problémáira ugyanúgy szenved, mint a Vasi Víz, mondjuk nem annyira, de hasonlóan fogja fordítani a bevételeket, de az önkormányzat ettől függetlenül nagyon sok más egyéb ingatlant is piacra fog dobni ilyen pályázati módon. Ez a cikk is készül egyébként, hamarosan a részleteket is olvashatják. Ez is érdekes, mert benne van a Belci utcai... Benne van, igen. Az micsoda? De az is Szovás egyébként. Szovás? Az az egyetlen a Szovás. Ezeket az ingatlanokat, amiről most beszélni fogok, ezeket nem csomagba, hanem egyenként adják. Ez a csomagok sosem értettem különben. Ez jónak hangzik, hogy azért tudjuk eladni, ami nem olyan értékes, mint az értékes. Hát az lett volna az egész értékes. Nem értékes, az kevesebb. Kérek. Ha érdekes, többet kérek. Egy értékesebb és kaposabb ingatlan mellé, oda csapjuk mellé. Akkor nem annyit ér, kevesebbet ér, többet ér. De megszabadulnak tőle.
Hát akkor adják olcsóbban, és akkor megszabad. Ez nyilván egyszerű üzletpolitika, engem mindig az érdekelt, hogy az árakat hogy állapítják meg. Tehát mondjuk most azt mondják, hát hogy ez ingatlan 150 millió. Vannak tanulmánybecslés. Vannak ilyen értékbecslők, akinek ez a dolguk, van az önkormányzatnak is, van a szovának is. Ha esetleg nagy vita van, akkor lehet hatóságit is kérni, ugye a törvényszéknek is van ilyen. Mondjuk ezek az jó pénzbe kerülnek. Hát jó, hát egy önkormányzat szintjén ez nyilván nem. Nyilván, de hogyha mondjuk én kérném, azért az más, de van törvényszék. Jó, csak annyiban azért, most itt eszembe jutott valami, hogyha van egy ingatlan csomag, oda csak azért nagyobb halak tudnak ott labdába rúgni, nem? Azért, hogyha kisebb részre bontom, akkor mondjuk itt van ez a charity shop, és akkor én is átmennék, megnézném, nyilván nem lenne annyi pénzem, de azért elgondolkodnék rajta. De így, hogy meg kéne vennem vele a Kossuth utca 11-et, arra most éppen nincs szükségem. Jó, Tóni, annyira. Akkor vedd meg a Bejci utcába. És a Józsi megveszi a Kossuth utcát. De várjad, eladom a kormányhivatal. Azt ugye? Akarom mondani. Kormányhivatal, posta is? Nem a kormányhivatal, hanem a kormányhivatal. Igen, a kormányablak. A Berzsényi téren van a kormányablak, a valamikor okmányiroda köznyelv mindig ez van, mert a városháza mellett van. Ugye ez bérli a kormányhivatal most jelen pillanatban az önkormányzattól, megkérdették, viszont addig nem veheti birtokba az új vevő, amíg a bérleti szerződésre nem jár, addig még van 3 vagy 4 év, ha jól emlékszem. De ezt is meghirdették. Tehát ha valakinek kell egy semmire nem használható nagy irodaháza, városháza mellett, akkor kettő közül is választhat. Az egyik ott a Bejci utca, a másik meg a Szélkám. A Bejci utcai szerintem nem olyan rossz. Hát ezt föl lehet darabolni a szolgáltató helységek működnek. Jó, mondjuk igen, persze, azt fel lehet, igen. Ott azt meg lehetne oldani, mondjuk mi lesz a Kossuth utca 11, azt nem tudom, de azért hadd mondjam el azt is, hogy ezt nem a szó, hanem az önkormányzat adja több főtéri ingatlant. Ármin kollega az előbb nézte az anyagot, azt mondta, hogy hát fél főteret eladják. Nem, azt már adták régebben, ez csak egy kis része, de ilyen 30-40-50 négyzetméteres üzlethelyiségek a főtéren, ezeket adják el. Többek között például, amit megnéztem, a főtéri lottózónak a helyiségét is eladják, mert azt is csak nem bérlik. Jó, nem? Tehát nekem azért nem, mert van egy ingatlanod, abban mindig lehet bevételt csinálni, hogyha eladod, az egy nagy bevétel, ha csak nem teszed át valami olyasmire, amiben még több bevétel. Igen, egyébként, de ez a vitat már régóta az olyan, volt már. Korábban 11 néhány évvel ezelőtt, adták el azt a helyiséget, irodai üzlethelyiséget, ahol valamikor régen csemegebolt működött. Azt utána egy darabig nem is tudom, mi volt ott. Volt valami más is, és akkor most megint csemegebolt. Van, ami nem tudom mennyire megy, de azt is eladták, pedig ott a havonta fix bérleti díjletet volna be. A főtéren, ahol most élelmiszerbolt van, most nem tudom másképp mondani. Igen. Nem az a Kópé. Akkor lehet, hogy megvették, de az önkormányzati volt valamikor régen. Szerintem az Kóp volt, és korábban is mindegy. Hát 15 éve adták el körülbelül. Okay. Nem egy csomagban, nem külön-külön, vagy a Művészetek házát régebben. Az is jó ötlet volt eladni. Hát azóta se találnak rá bérlőt egyébként, az új tulaj megvette, hát 2017 körül, vagy 2007 körül valamikor megvette. Jó, alul a kávézó működik, De fölül azóta is talán... Kávézóba is cserélődött a bérlő. Már harmadszor azt hiszem, ha jól emlékszem. De egyébként lakásokat is ad el most az önkormányzat a főtéren, de vannak köztük elég nagyobbak is. Hát valóban ez egyébként a családi ezüstöt emlegetted, vagy én emlegettem, mindegy, korábban. Tehát ez úgy tűnik, igen, eladják az önkormányzati vagyok. Szóval nincs üzenete, csak annyi, hogy van egy család, aki most én el tudom képzelni, hogy bajban van, és nem tudom micsoda, csak ez ilyen permanensnek tűnik, hogy minden évben eladok valamit, és akkor az a betömködöm a lyukakat. De ugyanezek a lakások meg valamit csak lehet velük kezdeni, kiadok, vagy egy OT, vagy miért volt ez, lottózó? Ott valószínűleg abba bíznak egyébként, meg valószínűleg a Bejci utcai kormányablaknál is, hogy a kormányablakot megveszi az állam, tehát a kormányhivatal megveszi. Tök mindegy, kiveszi meg, nem? Ahogy az lottózót megveszi a Szerencsejáték ZRT, tehát hogy ugyanígy működik majd tovább, csak kap érte, mit tudom én, 40 millió forintot. De a bérleti díjtól meg elesik. Attól meg elesik, igen. Valóban, ez igaz.
Ugyanúgy, mint hogy 15 évvel ezelőtt, ugye ez a, nem is tudom, mennyi volt ott a bélet, mindegy. Tehát elég Józsi, valami pozitív gondolattal zárjuk ezt a podcastet, mert nagyon-nagyon negatívak vagyunk. Tóni írta hamarosan, annyi autó lesz Szombathelyen, hogy jogosítvány van. Igen. Nem, ez abszolút pozitív szerint. Ez pozitív, mindenkinek lesz autója, akinek jogosítványa, és reméljük mindenkinek lesz egy külön kezdjük parkolója is hozzá. Kezdjük autó lesz, mint jogosítvány, vagy hogy van? Nem. Ugye, aki még nem tette meg, menjen föl az oldalra, nyugat.hu-ra, és nézzem meg. Tehát ennek az sok munkám van benne. Ez az önreklám. Tehát az a lényege, hogy a KSH-n találtam egy ilyen adatot, hogy Magyarországon, Vas megyében a legmagasabb az 1000 főre jutó autóknak a száma, ez 460 egészen pontosan, tehát jelen pillanatban azt jelenti, hogy minden második embernek a nevén van már autó, és én abban felhívtam ilyen szakembereket, meg mindent, és abban gondolom, hú, most már megfordul a trend, hát nem lehet közlekedni, most is milyen, és akkor azt fogják, igen, jön az autosharing, meg mindent, és mondom, nem jön itt semmi, hanem ez addig fog emelkedni egy közlekedési szakértő. Mondta, ők úgy számolnak, gyakorlatilag minden jogosítványhoz tartozik majd egy autó. És mi van, átlépjük, amikor jogosítványonként több autó lesz? Igen, hát addigra csak megfordul ez a trend, és így igazából nem is lehet mással számolni, tehát ez így jön. Azért, és nem azért, mert azt mondják, hogy azért, mert hozzánk nőtt, tehát mint a mobiltelefon. Hogy ha kell, ha nem használjuk, nyomkodjuk, megnézzük, és tudjuk képzelni az életet már nélkül, hogy nincs okos telefonunk, és az az autó is ilyennél kezd válni, tehát el kell mennünk, nem tudom, vásárolni valamit, akkor beülünk az autóba, és elmegyünk vásárolni. 20 évvel ezelőtt még fogtok egy cekkert, és átmentünk a szomszéd boltba, és egyrészt nem biztos, hogy a szomszédban vannak boltok már, ugye megnézzük, igen. Megint visszatérünk itt ezekre az új lakóvezetekre. Adó, van valamilyen kimutatás, hogy ez a Szombathelyen élő fiatalabb generációnál is így van? Tehát ez a 17-20 éves. Ez nincs. Mert ugye ők lennének azok, akiknél mértek a carsharing, az elektromos roller, az egyéb alternatív közlekedési formák, hát tömegközlekedést hagyjuk, ugye? Nekem az a személyes benyomásom, hogy ez a korosztály úgy kevésbé lelkesedik az autókért úgy önmagában. Tehát, hogy nincs autójuk, vagy ha van is, annyira nem érdekli, nem cseréli, jó, az nem foglalkozik vele annyira. Amikor azt álljunk, szerintem, hogy nálunk még fiatalabbak, a középgeneráció, nekik ez még sokkal fontosabb. Aztán mi lesz ezzel az új generáció? Tényleg megmaradnak ezen a roller, bicikli? Hát amikor idősebbek lesznek, és igen, család van, gyerek van. Igen, hogy vesznek-e autót, vagy nem egyébként vesznek. Egyébként, bocsak, én egy cikket olvastam nemrég, ami azt ír, hogy ezek a generációk milyen autókat vásárolnak szívesen. És az érdekes, hogy a Z generáció legfiatalabbak, ugye? Most, akiket úgy mérnek, ugye a rendszer, 2000, a ezerforduló után születettek, ugye az az E-generáció, ha jól emlékszem, hogy ők előnyben részesítik azokat az autókat, amilyen hibrid meghajtású, meg ilyen, inkább ilyen személyautós jellegű dolgok. Az egyel fölötte lévők a SUV-okért, SUV-kért vannak oda, ez a magas építésű, ilyen családi autók. És akkor, hogy megyünk vissza korábban, mert ugye akkor egyre jobban jönnek ezek a nagyobb erős, több, nem négy hengeres, hanem 6-8 hengeres autók, ami a kedvencük. Ezért, és ez nem Magyarországon készült. Ezért tetszett nekem mindig az Ikarus busz, tudod, ha megyünk vissza. Yeah. 5000 köbcentis autón van, és piros. Igen. Hát jó. Ez igazi pozitív kicsengés. Mindenkinek lesz egy autója, meg tudjuk ígérni. Kettő legalább. Egyébként jó hír ehhez, hogy az önkormányzat éppen most döntött, hogy a még nem érkező, de talán valamikor egyszer megérkező uniós pályázatokból épít egy csomó parkolót Szombathelyen, ezt is a Tóni írta meg. Tegnap előtt, vagy mikor jelent meg. Tegnap este jelent meg a cikk, úgyhogy ott olvassátok el, lesz egy csomó parkoló még Szombathelyen, le lehet rakni ott majd a jogosítványonkénti egy autót. Na, és akkor pozitívak lettünk a végére egészen. Igen. Kérdés, hogy van-e erre szükség, de oké. Okay. Hát persze, egy kis irónia azért bújkál itt bennünk, reméljük. Hogy de mondom én, hogy gyalog megyek haza majd délután. Innen. Tóni, te is, de mondjuk őt lakik a szomszédban. De lehet, hogy én is, mert autóval jövök.
Jó, hát köszönjük a figyelmet, ez volt a Podcast Péntek mai adása. Jövő héten újra jelentkezik a Podcast Péntek. Én nem leszek itt most jövő héten, de ott majd a kollégák megoldják a dolgokat. Köszönöm Nagy Ákos Balázsnak, Józing Antalnak, hogy itt voltak, én Szilágyi József vagyok, és akkor, ahogyan mondtam, egy hét múlva majd a kollégákkal találkozhattok, azt utána majd én is jövök vissza majd valamikor. Köszönjük. Köszönjük szépen, sziasztok!